A tejben rengeteg ásványi anyag, vitamin, létfontosságú ellenanyag és alkotóelem található, így ez a legideálisabb táplálék a kisbabák számára. A benne lévő összetevőknek köszönhetően minőségileg és mennyiségileg is biztosítja a kicsi idegrendszerének és fizikumának megfelelő fejlődést, amely a baba első életévében a leggyorsabb. Bonyhádon ezúttal azokat az anyukákat ünnepelték, akik anyatejjel tudják etetni gyermeküket. A városban minden év szeptemberében ünneplik meg az anyatejes táplálás világnapját a helyi könyvtárban. Augusztus 1-e igaziból az anyatejes táplálás világnapja, és minden évben szeptemberben tartjuk mi városunkban ezt a rendezvényt. Ezen a rendezvényen csak azok az anyukák vesznek részt, akik anyatejjel tudták táplálni a kisbabájukat, és ezzel így a legjobb életkezdetet tudták biztosítani számukra. Az anyatej a legjobb összetételű étel a csecsemők számára, nem csak testi, hanem lelki táplálék is, ezt hangsúlyoztuk itt az anyukáknak. Nagyon fontos és sikerez a család és a gyermek számára is, ugyanúgy, ahogy az anya számára is, hogyha szoktatni tudja a csecsemőjét. Ilyenkor köszöntjük az anyukákat elsősorban, úgyhogy ünnepeltünk ma. Ez egy picit a mi sikerünk, a védőnőké is. És felköszöntjük őket egy kis virággal, kis ajándékkal. Egy éves korig mindenképpen érdemes anyatejjel táplálni a kicsiket. Egy éves kor után is ajánlott a szoptatás. Az anyatej összetétele mindig alkalmazkodik a baba igényeihez. Sokszor halljuk ugye, hogy valakinek vizes a teje, de ezt itt is elmondtam az anyukáknak, hogy ilyen nem létezik. Tehát az anyatej, a természet mindig úgy állítja össze, hogy a baba igényeihez alkalmazkodjon. Bár a bébiknek a legjobb választás, előfordul, hogy az édesanyáknak nem megy olyan egyszerűen a szoptatás, mondja a védőnő. Nagyon nehéz, főleg a kezdeti időszak. Ugye a szoptatás az elején nem az az idilli kép, amit a fényképeken vagy a műalkotásokon látunk, hanem egy nagyon nehéz folyamat. Az első 6 hétben ugye a tejbelövelés is kellemetlen az anya számára, sőt fájdalmas. Ugyanígy a szoptatásnál a mellbimbó felázhat, tehát ez mindenképpen egy nagyon nehéz időszak. Ezen kívül éjszaka kelni kell, ami nem csak az anyát, hanem a családot, az egész családot megterheli. Úgyhogy nehéz időszak ez. Elmondjuk az anyukáknak mindig, hogy milyen ételeket kerüljenek, ami esetleg hasfájást okozhat a babánál. Úgyhogy a táplálkozásra is így oda kell, hogy figyeljenek. A szoptatásnak számtalan előnye van, csökkenti az újszülöttkori sárgaság esélyét. A benne található ellenanyagoknak köszönhetően erősödik a csecsemő immunrendszere, illetve védelmet nyújt az allergiás megbetegedések kialakulása ellen.